A kultúrházak éjjel-nappal eddig a kulturális örökség napjai része volt. Idén azonban a közművelődési intézmények úgy döntöttek, külön szervezik meg a programsorozatot. Hazánkban ebben az esztendőben mintegy 150 település fél ezer programmal csatlakozott a kezdeményezéshez. Kultúrházak éjjel-nappal a programra szükség van. Szükség van az intézmények ilyen típusú összefogására, hangsúlyozta Breyer Éva. Székesfehérvár alpolgármestere szerint napjainkban nehéz megfogalmazni a közművelődési intézmények funkcióját, hiszen egyre sokrétűbb feladatot látnak el. Nagyon fontos ez, hiszen ma egy közművelődési intézmény is keresi a helyét ebben a világban, hogy mi is az ő feladata, mint ahogy talán egy könyvtári is keresi a helyét ebben a világban, hogy a hagyományos könyvkölcsönzési funkciók mellett ugye azért ma már sajnos azt látjuk, hogy egyes tagkönyvtáraink bizony szociális feladatot is ellátnak. És különösen fontos ez ma, amikor a város átvette a múzeumot, átvette a megyei könyvtárat, amikor több épületnek az átvételről is tárgyal. Jelmezverseny lesz. Mivel ebben az esztendőben a kultúrházak éjjel-nappal programjai februárban lesznek, így a programok főként a farsang tematikája köré épülnek. A Szabadművelődés háza igazgatója úgy véli, hatékonyabban jutnak el az emberekhez a művelődési intézmények, ha összefogva közösen szerveznek programokat. Ugyanúgy, ahogy a múzeumok éjszakája is nagyon sikeres, érdekes módon ez a rendezvény is nagyon sikeres. Például nálunk a csillagvizsgálóban ugye hétköznap is bármikor előzetes bejelentkezés alapján lehet jönni éjszaka az eget kémlelni, de amikor meghirdetjük azt, hogy most kultúrházak éjjel-nappal, akkor tömegesen érkeznek a csillagvizsgálóba is. Ez a program ez már lassan 10 éves múltra tekint vissza. A hangosztás program is bekapcsolódik a kultúrházak éjjel-nappal eseményeibe. Itt főként esti programok várják az érdeklődőket. Zenekarokkal, lemezlovasokkal készülnek a szervezők. A szokásos program szerint csak Fehérvár vagy Fehérvárról elindult zenekarokkal foglalkozunk, és nekik biztosítjuk a színpadot és a közönséget. Az Öreghegyi Közösségi Ház a farsanghoz kapcsolódva Öreghegyi Karnevára csábítja a fehérváriakat. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete pedig a Juhásznak jól van dolga címet adta szombati programjainak. A www.kultúrházak.hu oldalon egyébként az összes programot megtalálhatják az érdeklődők.